Sziasztok! Vitten RB Moto. HH-nak köszönhetően. Meg Speedynek. Mert ő is betette a videójába. Szóval neki köszönhetően már amikor ránéztem 700 körül volt a feliratkozók száma. Úgyhogy jöjjön az a videó, amit minden motovlogger elkészít. Ki milyen motorokkal kezdte. Én 24 évesen csináltam meg a jogsimat, úgyhogy én egyből korlátlanra. Előtte nem is nagyon érdekelt a motorozás, nem voltak motorjaim, nem motoroztam egyáltalán. 14 évesen egy Honda Giro X, vagy Girox, mit tudom én, hogy mondják, háromkerekű robogóval csapattam, ami egy időre oda került a házhoz, de aztán azóta sem, aztán 10 évig semmi. Viszont amikor a feleségemmel, hogy akkor mi nem volt az, megismerkedtünk, akkor ő már motorozott egy FZ6-ossal. Szóval már akkor is motorozott, én meg csak autóbuzi voltam, most már autó és motorbuzi, és 24. szülinapomra kaptam tőlük ezt a lehetőséget, hogy a jogosítványt meg tudom csinálni, magamtól szerintem nem csináltam volna meg. És mielőtt még kész lett volna jogsim, már megszereztem, illetve megvettük az első motoromat, ami egy Suzuki DRZ 400S volt. Gondolván a sárban, meg a csincsásban majd jól megtanulok motorozni. Szerencsére azt az első nap meg is történt az első esés, bedöltem a kukoricásba. Sérülés nuku, motor csak eldőlt, minden szuper. Akkor már azért vettem DRZ 400-ast, mert a felesége még családjában van egy másik, és akkor gondoltam, így a kettővel jól elszórakozunk majd a erdőben. Nem sokáig élvezhettem, mert 45 nap után ellopták a motort egy teremgarázsból. Hát mindegy, kb. 500 km-t mentem bele. Ez egy szomorú történet, utána vagy két évig nem is akartam venni másikat. Így úgy motoroztunk, hogy a DRZ 400-assal, meg ezzel a Suzuki Baking-el, amin most ülök, ami apósomé. Szóval látjátok, első motornak volt egy 40 lóerős, egyhengeres DRZ, és utána, amikor már após úgy látta, hogy fejben rendben vagyok, mert nem az kell, nem az a lényeg, hogy mivel kezdesz, meg ilyenek, mert egy biciklin is meg lehet halni, hanem inkább az, hogy fejben érett vagy rá. Hogy aki nem ismeri, annak elmondanám, hogy ez egy 1384 köbcentis Hayabusa blokkos 184 lóerő szörnyeteg, 260 kg, ami iszonyat jó motor. Én a csupasz motorokat szeretem. Basszus, olyan szélzaj van, hogy remélem halljátok, amit dumálok. Talán a csupasz motorokat szeretem. Ez, ennek a kinézete, ez 2007-es, első tulajos, 50 akárhány ezer kilométer van már benne. Még mindig minden. Soha semmit nem kellett rá költeni a kötelező szervizen kívül. Szóval ez már 2007-ben is megelőzte a korát. Elég modernnek számított, így apósa egyből beleszeretett, és szerencsére meg is tudta engedni magának. Szóval ez volt a második motor, amit vezettem. Így baromira nem számít az, hogy milyen motorral kezdesz, hogyha fejben ott vagy, mert amit mondottam, biciklin is meg lehet halni. Egyszerűen, ha eszetlen vagy, meg bolond vagy, akkor tök mindegy. Mindenek megvan a helye és ideje, amikor és hol. Minden fejben dől el. Csak ennyit tudok mondani. Ez a motor, ez a Viking, ez nekem tökéletes lett volna első nagy motornak, de az én fizikumom az nem nagyon díjazza ezt a 260 kg-os önsúlyt.
azért a második, ja hát igen, milyen lett az első saját nagy motorom? Az egy 2006-os Yamaha FZ1. Ugye ezres, csupasz, flexi nélkül, minden nélkül. Nem is akartam vele gyorsan menni, nem is tudtam, mert széttépett a szél. 150 ló, egy harapós, szúrós kis darázs volt. Sárga-fekete így a darázs. Kulcstartó onnan maradt meg, amit még most is használok az MT10-en. Nagyon imádtam, nagyon szerettem. Úgy gondoltam, hogy ez nekem sok-sok évig teljesen megfelelő lesz. És az is volt, amíg meg nem láttam az MT10-esnek az első promó képeit. Már akkor tudtam, hogy nekem kell egy olyan. És úgy terveztem, hogy egy 2-3 éves használtat majd valahogy szerzünk. A szín az mindenképpen ez a Night Fluo akart lenni, szóval nem, nekem a fekete az túl fekete, a kék meg valahogy nem áll jól neki. Számomra persze, ugye ízlések és pofonok. De amikor bementem a Yamaha karsaihoz egy foggal kisebb első lánckerékért az FZ1-re, akkor már bent állt egy 10-es így bemutatóra. Akkor azt mondta, azt mondja, jó, most jön a szülnapom, akkor rendeljünk egy ilyet. És látjátok, nem sokat gondolkodtam, mert azzal motorozok mai napig, imádom, szeretem. És most azt mondom, hogy nem hiszem, hogy szeretném lecserélni másikra egy jó ideig. Aztán majd kiderül, hogy mit dob a gép, reméljük csak jót. Most például egy MT09-es tesztelünk, apusom megy előttem, majd ennek a videóját láthatjátok. Nem tudom, hogy előbb az lesz fent, vagy ez, szóval az még passz, lehet már rég láttátok, mikor most beszélek róla. Hát ennyit rólam, meg a motoros történetemről. Olyan motort vegyetek első motornak, egy, amire elég érettek vagytok. Kettő, ugye amennyire az életkorotok és a tapasztalatotok megengedi. Három, amit nem fogtok meghalni. Na, sziasztok!